jó volt. Az ötödik ások egyszerűen lehagyottak a színpadról. A közönség tündéri volt, még egy gombos kütyüt sem lehetett leejteni. Persze, tetszett nekik. Megvárták a végét, még a telefonokat is kikapcsolták. Igen, persze, majd megnézzük videófelvételről. Igen, láttam, én is végig tapsoltam. Na, szia, visszát volna. Akarok szépen üldögél, kezében könyv. Próbálna még olvasni, de a szeme lecsukolik. A könyv lassan kicsúszik a kezéből, és az igazgató álló passzát merül. Nem csoda, hisz nagyon fárasztó napja volt. És álmodik, álmában egy házat lát. Árnyas fák között két emeltes fehér épület. Rajta felirat, Szűcs Sándor általános iskola. Hát persze, mi másról is álmodhat meg igazgató, de már jönnek is a gyerekek. Elkezdődik, az órák gyorsan pörögnek egymás után. Az első óra a magyar. Tanárnénének tisztelettel jelentem, az osztály létszám a 22 fő, és játszik egy tanuló. Botond már, megint elkéstél! De nem értelzik róla tanár, hanem egy közlekedési tábla. Hogy lenne már a késésed oka egy közlekedési tábla? Hát úgy, hogy ki volt leírva, lassíts, iskola! Zsolti, ki a kedvenc írót? Koordinátorrendszer.
melyik madárnak nincsen fészke? Hát a kapunknak. Nagyon ügyes vagy, és miért? Thank you.